Sziasztok és üdv itt! Ma megírjuk az első elágazásos algoritmusunkat, de még mielőtt belevágnánk, két közérdekű közleményem van. Az első, a cserealgoritmus során történt egy hiba 1 perc 10 másodpercnél, amit a pinnelt kommentben olvashattok, szóval először olvast el a pinnelt kommentet, és utána vágjál bele a videóba, erre egy néző hívta fel a figyelmet kommentbe, de a nevét nem szeretném megmutatni, különböző okok miatt lehet nem akar a videóban szerepelni, de ha a videó alá tévedsz, akkor úgyis láthatod, ki volt az, és egy felfelemutató mutató vagy lájka like megköszönted nekik, hogy ilyen szemfüles volt. Következő napi rendi pontunk, leváltjuk a túlt, amivel eddig rajzoltunk, vagyis bemutatok egy újat, ez sokkal jobban tetszik. Több menő dolog elérhetőben, illetve jobb minőségben tudom exportálni belőle a képet, amit utána tudunk együtt elemezni. Na ennyit a közérdekű közleményekről. A mai feladatunk, olvassunk be egy számot, és írjuk ki az abszolút értékét, ezt kétféleképpen fogjuk megoldani. Eddig a csatornán csak lineáris algoritmusok voltak, ami azt jelenti, hogy művelet művelet után következett, és nem volt bennük elágazás. Na, most már lesznek, mivel tanultunk az elágazásokról, és ugyanúgy először itt is elemeznünk kell a mi feladatunkat. Az abszolút érték az egy matematikában használt kifejezés, mi azt jelenti, hogy ha nekem van egy változó, ami például x, akkor ennek az x-nek mindig egy pozitív értékét akarom visszatéríteni. Vagyis x-et térítek vissza, abban az esetben, ha x nagyobb vagy egyenlő, mint 0, és mínusz x-et térítek vissza, abban az esetben, amikor x kisebb, mint 0. Pár példát hozzak. Ha x egyenlő 10 akkor én 10-et térítek vissza, ha x egyenlő mínusz 5 tel akkor 5-öt akarok visszatéríteni. Innen már körvonalazódik a feltételünk, hogy vagy ezt, az x nagyobb mint nullát fogjuk használni, bocsánat, nagyobb vagy egyenlő mint nullát, vagy ezt az x kisebb mint nullát fogjuk használni a feltételünkbe, és azt szerint igazítjuk az igaz, illetve a hamis águnkat. És hogyan lehet ezt a feladatot kétféleképpen megoldani, azt mindjárt meg tudjátok. Ha regisztráltatok ebbe az applikációba, akkor a gótó apra kattintva el is juttok a ti kis folderetekbe. Itt a foldersre, ha rákattintunk, itt megtaláljátok a feladatokat, vagy alapból létre kell hoznotok nektek egyet. De én itt már megnyitottam, kinagyítottam és készen állunk arra, hogy dolgozzunk. Mint eddig minden feladatban, először is szükségünk van egy startra, ahonnan elindulunk. Ezután jöhet egy beolvasás, szóval be kell olvasnunk az X-et ami a read x lesz. Miután ezzel meg vagyunk, már egyből jöhet a feltételünk, mivel megvan a mi x-ünk. Ezekben a programokban a feltételt, vagy a decision azokat ilyen rombusszal jelölik, rajzban mi háromszöggel szoktuk ezeket jelölni. És itt már jöhet is, úgy mondom, egy kis feltételünk, és én azt az esetet fogom választani, amikor x kisebb, mint 0. Ha ez a feltételem igaz, akkor azt a bizonyos abszolút változót, amit a végén ki akarok kiratni, mínusz egyszer x-re kell állítanom. Például, ha ide mínusz 5 fog kerülni, akkor mínusz egyszer szer 5 az 5. Ellenkező esetben a no ágon, hogyha ez a feltétel nem teljesül, akkor egy pozitív számom van, és az abszolútot egyszerűen csak x-re állítom. Mert nekem tök jó az, ami ott van és jöhet is az utolsó lépés, vagyis kiiratjuk ezt az abszolút értéket. Még ezt is hozzákötöm, így, itt beállítom az, hogy egy nyilacska legyen, és nincs más hátra, mint ezt az egészet lezárni, egy vagy stoppa. És ugyanúgy innen irányítok ide egy nyilacskát, és beállítom, hogy flow legyen. És már is megvan az algoritmusom, viszont, hogy a szemfülesek vagytok, akkor észrevehetitek itt, hogy ez az abszolút változó ebben az esetben tök felesleges. És ezt a feladatot meg tudjuk úgy is oldani, hogy az x-et írjuk felül önmagával. Szóval ha belevágok ebbe az algoritmusba, akkor itt van a startom, start után ugyanúgy bekérem az x-et, miután ezzel meg vagyok, is a döntéshozás, ugyanúgy azt vizsgálom, hogy x kisebb, mint 0. Ha ez az x kisebb, mint 0, akkor jöhet is a művelet, vagyis x-et felülírom mínusz 1 szer x -el. És nekünk nem kell feltétlenül legyen egy kétágú döntéshozásunk, amikor van igen és nem águnk is, hanem lehet csak egy egyszerű egyágú döntéshozásunk, amikor ez a döntés, amikor igaz, akkor hajtódik végre. És úgymond a hamis ágon ő egy kiíratáshoz fog érni, ami a write x lesz, mivel ebben az esetben az x-em az nagyobb vagy egyenlő, mint 0, és az x-et kell kiíratnom. Innen pedig egyszerűen csak hozzá csatolom egy flow-val, és már is kiratja az x-et, miután abból egy pozitív szám lett. És nincs más hátra, lezárom az algoritmust az end endel. És így lehet kétféleképpen megoldani ezt az egyszerű, olvassunk be egy számot, és írjuk ki az abszolút értékét, feladatot. Ha ránézünk egy kicsit a folyamatábrára, és az x-ünket behelyettesítjük egy-egy számmal, például a tízel, akkor ez eljut ebbe a pontba. Tellenőrz, hogy x kisebb, mint 0 nem, a no ágon -ah megy tovább, itt az abszolút változóba belerakja a tizet, és kiratja a tizet. Ha mínusz 5-öt olvasok be, akkor ugyanúgy eljut ebbe a pontba ellenőrzi, mivel ez a mínusz 5 kisebb, ezért az yes ágon megy tovább, és itt lesz egy mínusz 5 szorozva mínusz 1, tegyem őket így zárójába, és abból 5 lesz, ami az abszolút értékbe kerül, és itt pedig kiratja ezt az 5 -öt. Ha másik algoritmust nézzük meg, vagyis a másik megközelítését ugyanennek a feladatnak, akkor itt, amikor beolvasta például a mínusz 6-ot, akkor eljut ide, ellenőrzi a feltételt, teljesült. Itt önmagát, vagyis az x legyen egyenlő, mínusz egyszer x. Ide behelyettesít először is a mínusz hatot, elvégzi a műveletet, és utána az x-hez hozzárendeli az eredményt, vagyis, hogyha ezt tovább hiszem, akkor ebben az x-ben nekünk 6 lesz. Ha pedig egy pozitív számot olvasok be, például a 20-at, akkor eljut ide, a feltétel nem teljesül, vagyis az x nem kisebb, mint 0, egyből megy tovább a noágon, és kiírja a 20-at. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszik a sorozat, dobraj rá egy lájkod, illetve még szeretnél hasonló videókat, ne felejts el feliratkozni. Én Arnyi voltam, köszönöm, hogy itt voltál, és találkozunk a következő részben. Kelemes napot, sziasztok!